ebéd is. Hát a reggelit nem hívjuk ebédnek, kicsim. Úgy is lehet. Ebben miért van lé? A gyümölcs van benne. Van benne lé. A gyümölcsnek a legelje. Sziasztok! Szombat reggel van, és a gyerkőcök reggeliznek, és ez ilyen igazi szombati káosz, pedig már eljutottam odáig, hogy már kipakoltam a mosogatógépet, újra bekapcsoltam. A mosógép is megy, a szárítógép is megy, annak a bugását halljátok most. De úgy gondoltam, hogy mégis bugás közepette is, de bejelentkezek, beköszönök nektek, nekiállok csinálni a dolgomat. És tudjátok, ez a szombat reggeli teendő, hogy fogalmam sincs, mit főzzem. És ilyen tízszer megkérdeztem a családot, hogy na, kedveskéim, mit tennétek? Nem tudom, de tök mindegy, mit csinálok, az biztos nem jó. Teljesen mindegy, hogy mi lesz az ebéd, azt nem ennék. De tényleg. Szóval felajánlottam, hogyha nem fogják megmondani, mit főzzek, akkor borsó főzelék lesz. De azt mindjárt leszavazták, hogy na, azt biztos, hogy nem. Na, a helyzet az, hogy most megtöltöm itt a kávékapszulákat, a gyerkőceim megreggeliznek, én pedig valamit összedobok. A férjem elment a postára, aztán 17:55-re van időpontom megint erre a szuper kis orturkálós tesztelésre, aztán a férjem megy délután megint dolgozni, tegnap is megvártam őt, azért ilyen kómás fejem, éjfél után ért haza, addig dolgozott reggel 7-től, szóval nekem egy csomó ilyen kicsit fonnyat paradicsom, kicsit fonnyat paprika, és ezeket már nem fogjuk megenni, viszont a kajába nagyon-nagyon finom, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ilyen lecsós hússzerűséget fogok csinálni, igazából az lesz az alapja, mint a borsustok, ennek mi van szívem? Viszont ezeket bele fogom tenni, és ebbe a kis mixerbe le fogom mixerelni, a hagymákat egy kicsit nagyobb darabokra fogom vágni, és akkor már olvasztom ki hozzá a húsit, majd a fagyasztóba, teszek bele sok fokhagymát, ezeket az elhasználódott paradicsomokat, paprikákat, aztán jól megfűszerezem, és valószínűleg makaroni tésztát fogok csinálni hozzá. Fel szoktam használni, hogyha van ilyen kis, mert hogy ezek olyan kis nyomatkák már, tudjátok, ilyen. Na, de kidobásra mégsem szánnám, úgyhogy hát ezekről meg aztán ne is beszéljünk. Na, összedobunk valami kajának valót, aztán a körmeimmel kellene kezdeni, amit nézzétek, kipróbáltam ezt, amit múltkor. Ez a bal kezem, amivel kevésbé csinálok bármit. Csoma villant, akkor talán jobban látok. Ez pedig a jobb kezem, de hogy előző héten vasárnap festettem be, szóval 4,5 napot fullra kibírtak úgy, hogy nem pattogott még csak egy picikét sem le. Hát most már azért a jobb kezem, amivel csinálom minden nap a dolgaimat, azért az már egy kicsit, vagyis hát nagyon gányos, viszont nem vettem fel a kesztyűt szinte soha, pedig vettem direkt ilyen gumikesztyűket a DM-be, hogy a körmeimet egy kicsit védjem, de hát nem sikerült. Na, se baj, főzzünk tovább. Thank you.
Na, ha reggelin is túl vagyok, nagyjából összepakoltam a konyhát is már, és a gyerekek is játszanak, vagy kissé nyúzzák egymást, és mindjárt hazaér a férjem, és megmutatom, hogy mennyire sikerült neki bevásárolni. Hát írtam neki egy Lidl-s bevásárló listát, aztán általában helyen közel azt hozza, amit kell, és mindig sokkal olcsóbban jövünk ki, mint hogyha én is elmegyek bevásárolni, mert ha én is elmegyek, én mindig meglátok valami pluszot, szóval nem csak a lista után megyek, hanem a fejem után, hogy na jó, ez még pont kell, ez is jó lenne, úgyhogy ja. Ja, meg tudjátok, mint a Yeast-nek a honlapjára szeretnék fölmenni, és ott megnézni a tükröket, mert még mindig nem vettem oda be tükröt, és még mindig nagyon szeretnék. Csak hogy az a helyzet, hogy én láttam még mielőtt bezártak december elején közepén a boltok, én láttam a Kikbe 10 euróért ilyen tök szép nagy fehér álló tükröt, pont olyat, amit én kerestem, és hogy nem szeretnék rá többet áldozni, mint tényleg az a 3-4-5 ezer forint, és hát ez necces. De se baj. Ja, megnézem, hogy hát, hogyha ott Yeast-nek az oldalán van. Amúgy meg tükröt nem akarok így online rendelni, mert hát nem hinném el, hogy nem törik el, még ide ér. Meg amúgy sem szeretek online rendelni. Miértem, hogy mondjuk, mit tudom én, 15 euró a tükör, és akkor még 5 vagy 8 euró a postaköltség. Szóval, kinyithatnának már ezek az üzletek, lányok, kinyithatnának, mert nem lesz az így jó. Olvastok? Hát jó, most tanulunk ilyeneket. De ezek itt, ezek az emberek marcik. Miért pont Marci? Mert úgy hívom, Marci. Tényleg? Mert mindenkinek itt nagy a haja. Aha. Mert ilyen Marci, tudja? Marci sem néz neki. Igen. Igen. Sikerült mindent elintézni. Nem? Na nézzük, mit hozott ez a pasi. Egy jégsalátát. Itt a kis lista, és képzeljétek el, hogy pont a girosz hús nem volt. Pont a girosz hús. De ahogy látom, amúgy meg mindent kihúztál, ugye? Tejföl. Aztán ezt nem mutatom meg, csak lájtosan. Mert ha meghallják a gyerekeim, akkor pikpak lecsapnak rá. Ja. Szóval feta sajt. Ez... Hát apa, ez nem az a csoki, ami kellett volna. Hát ennek piros a izéje bennem. De csak ilyen. Szerintem az ugyanaz, csak van már. Balíts be onnan. Kenyér, ez nem is volt a listán, tegnap hoztam 2 kiló kenyeret. Minek hoztam még egy kenyeret? Nyilván nem. Uborka. Tegnap ezzel szároltam, így éneseltem. Micsoda? Ja, movikat. Nézzük a boros csöcsit. A kettő hambi busi.
sibés. Ezt megcsináljuk majd ebbe a grillezőbe. Ugyanolyan? Nem. Mert ez magyaros, ez meg teljes. Ugye? Finom? Finom, csak nem ugyanaz a helyettem. Sajt. Dobd oda. Oliva. Akár a sajthoz, tessék. Oh, hú, de kedves vagy. Arra gondoltam, hogy úgy fogok leszokni a kávéról, hogy helyette reggel ilyen facsart narancslét fogok inni, ami 100%-os narancslé, ami nem egy olcsó dolog, mert 2 euró per liter, ugye? 1,59. Na szóval, viszont aztán én egyszerűen kipróbáltam egy csomó teát, hogy helyettesítsem a kávét, meg minden ilyesmit, de hogy annyira nem olyan jó reggelre az nekem, úgyhogy most ezzel fogok próbálkozni. Ez a szóda kell, hogy ez szívem. Itt van még egy hambihusi. Miért hoztál 3, még a 2 volt már írva? De hogyha csak egy hamburger zsemlét hoztál, akkor ezeket majd beletesszük a kenyérbe. Mondjuk múltkor is finom volt, hogy a grill sütőn megsütöttük azt a kenyeret, és ebből is a kicsi adagot hoztad. Igen, már az sokkal olcsóbb. De ebből figyelj, mert ebből van klasszik, mexikói, meg triumfus. Azt, amiket nem szereztél, hallott. A mexikai gondolom csípős, azt nem az emelkedik. Oksi. És 3 liter tejecske. Azt is dobd oda ezt a zakkását. Habár ezt feltöltöm még egy picit, várj egy kicsit vele. Köszönöm. Feltöltöm ezt a itteni kis kosárkát. Tessék! Sokan voltak a postán. A postán van, hát nem tudod, hogy hallom, hogy itt van hátamban. Mit szeretnél? Mi az az ezt? Na, pakoljatok össze okosan, aztán megyünk ebédezni. Igen, ameddig kész lesz az ebéd, addig bekapcsolom nektek a mesét. Még egy 10 perc. Na hát a család megszavazta, hogy inkább nokevét csináljak, úgyhogy ide már fel is tettem a vizet. És mellé lesz egy ilyen kis gyors leveske, ezt már mutattam neked több videóban. Ennek még kell egy fél óra, addig pont elkészül a leves is, meg hát a makaroni tészteért a nokedli. Amúgy finom, de nem borsostok. Inkább ilyen lecsós húsi lett. Viszont szerintem az is nagyon finom nokedli van. Gyönyörűm, már rendben, nálad is rendben, kicsim? Igen. Okay. Tényleg? Na, megyünk akkor vizitálni. Nem ilyen.
finom. Jó lányok, fél kettő van, és aludtunk egy jó fél órát én is a gyerekekkel, és az a helyzet, most pont arra gondoltam, hogy most jön a délutános műszak, ami pont ugyanaz, mint a délelőttös. A főzés kivételével, mert most délután nem kell főznöm, de hogy ugyanúgy felébredünk, mosogatógép ki, szárítógépből ki a ruhák, az új adag, ami ki van mosva újra bele, a konyha ilyenkor ugye csupa kosz, mármint nem kosz, hanem a koszos edényekkel van teli, hiszen délelőtt meg az esti... Mi van kitűnt? Semmi. Az a problémája a nagyfiamnak, hogy képzeljétek el, hogy vettünk ugye tavaly májusban egy tabletet, amit nagyon-nagyon jó volt, és az aksia kibírt 3-4 napot, a Samsung A10-es tablet volt, és tettünk fel rá neki játékokat is, és most egyszerűen csak úgy lemerül, szóval feltöltöm 100%-ra, és előveszem, kikapcsolom, totál kikapcsolom, és előveszem másnap, harmadnap vagy negyednap, és hogy totál lemerül az aksia, és most egy kicsit dúzok, hogy totál feltöltöttem 3 nappal ezelőtt, eltettem, és most mondta, hogy tabletozni szeretne, és megint úgy le van merülve, hogy be se lehet kapcsolni, és baromi hosszú ideig tölt. Szóval, hogy nem úgy tölt, mint mondjuk rá az iPhone-om, hogy mondjuk másfél óra alatt 100%-ig feltölt, hanem mondjuk rá 7-8 órán keresztül tölt. Viszont amikor mi megvettük, akkor baromi sokáig bírta az aksia, szóval akkor bírta ilyen több mint egy hétig úgy, hogyha játszott vele napi 1-1,5 órát max. Na hát most már jóval kevesebbet is játszik vele, és így se bírja, szóval valamelyik játék tudja, hogy szívja le az aksit, vagy áramlott az aksia, de hát nem tudom, na az biztos, hogy én innentől kezdve akár ilyen számítógép, vagy tablet, vagy ilyenekben is biztos, hogy meg fogok próbálni áprilisat venni, mert akármi mást vettem eddig, bármilyen cuccból, annak mindig volt vagy az aksiába a probléma, vagy az ilyen, hogy mondjam, szoftver frissítésekkel, vagy ilyenekkel, szóval... Vagy lehet, hogy csak én vagyok béna hozzá, és simán csak ki kellene törölni az összes játékot róla, és egyesével visszatöltögetni, hogy melyik az, amelyik leszívja az aksit. Nem tudom, na. Szóval hol tartottam, igen. Hogy ugye a konyha nem koszos a konyha, hanem hogy az ebéd után ugye már nem tudtam hova tenni a mosogatnivalókat, akkor azok elől vannak az edények, mert hogy ugye 11 óra körül indítok egy mosogatást, úgyhogy amikor már nekiállunk enni és megebédeztünk, akkor azok már úgy ott maradnak. Úgyhogy ilyenkor dettó ugyanaz, mint délelőtt, hogy megyek a konyhába, elpakolok, aztán átrakom a szárítógépből a dolgokat, elteszem a helyére, Nini amúgy még alszik. A lányom már felébredt, meg a nagyfiam is. A férjem pedig elment, valami gépet szerelnek, úgyhogy ő megint nem lesz itthon, szerintem csak este 7-8 óra körül fog hazaérkezni, de hát ez ilyen, most ő vállal egy kicsit több munkát. Ja. Na, nem fecsegek tovább, csajok, megyek, megcsinálom a konyhát, egy kicsit kiszellőztetem a lakást, aztán le fogok tusolni, meg elrendezem magamat, mert ez kócos bajom. Szóval aztán ugye jön át a papa, és nekem pedig el kell menni tesztről. Látjátok, mekkora lenövésem van megint a melírra, már alig várom, hogy addig, ha dolgozzon. És mehessek melírt csináltatni, bár amúgy ahhoz képest, hogy mikor voltam? November elején voltam fodrásznál, hát ahhoz képest gyönyörű szépen megmaradt a szín, legalábbis szerintem. De mondjátok meg ti is a véleményeteket, hogy tényleg olyan fodrásznál még nem találkoztam soha, így addén kívül, akihez most járok,
hogy hónapok után is a szín megmarad, és még utána is tetszik. Szóval nem kopik, nem sárgásodik, hanem tényleg szép szőke marad a szőkehaj. Ja, na megyek már itt, csak megint beszélek, úristen, 4,5 percet mondtam már megint. Pedig tényleg csak be akartam jelentkezni, hogy felébredtünk, csácsomi. Nagy túlszokva úgy döntött, hogy akkor PlayStation-ezik egyet a tablet helyett. És olyan ködös idő van, lányok, látjátok? Hogy se nem nagyon látszik így. De hogy nem nagyon lehet ki sem menni. Na ez mi volt, kisfiam? Töltés? Nem tudom, mennyire látszott a felvételeken, de hogy gyakorlatilag amint kiszedtem a mosogatógépet, az anyomba indítottam még egy adag mosást, és még mindig van, ami kimaradt. Úgyhogy vagy 2 mosogatógép kellene nekünk, vagy kevesebbet kellene főznünk, vagy kevesebbet kellene ennünk, vagy kevesebbet kellene itthon lennünk, vagy nem is tudom, komolyan nem tudom. Na, nézzétek meg, 1 óráját töltöm, és 10%-on van, szóval... Na. Most ebben azért fel fog tölteni, pont addigra, mire megyek a tesztre, úgyhogy addig a papával lesznek, és akkor legalább játszhatnak. Úgy azért nyilván könnyebb vigyázni a gyerekekre, hogyha addig kütyűznek, ameddig nem vagyok itt, ha hál' Istennek ez mostanában csak egy 1/2 órát vesz max igénybe. Ovikából hazahozták a gyerköcök az óviságynemüt is, péntekenként mindig hazahozzák, úgyhogy ilyenkor mosom azokat is, úgyhogy ki kell szednem a szárítógépet, mert van még egy adag sötét, most mostam a fehéreket, aztán a rózsaszíneket, és jönnek a sötétek, úgyhogy azt még ma be kell, hogy kapcsoljam. Holnapra meg az a tervünk, hogy a férjemmel együtt lesikáljuk ezeket a szekrényeket, mert azért már nagyon-nagyon koszosak. És ilyeneket úgy szeretek úgy együtt megcsinálni vele, úgyhogy a holnapi tervünk az meg az lesz a gumis lepedő hajtogatása, értik. Törölközök. Hát az a helyzet, lányok, hogy most, hogy rápillantottam a memóriára a telefonomban, rájöttem, hogy ez megint egy eléggé hosszú videó lesz, és nem szeretném ezeket a vlogheteket ilyen órás vlogokra nyújtani, úgyhogy most elbúcsúzom, és holnap találkozunk. Legyen szép napotok, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha még nem vagytok feliratkozva a csatornára, és tetszett a tartalom, akkor kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel. Sziasztok!